Hopp! Figyelje meg, hogy minden népi táncos elmebeteg. Weizen Lager, tehát egy Lager búza sör. Tessék, te köcsög! Megnyitlak! Na, nézzük, milyen egy szívroham ipa. Na végre, őrületes kalandok közepette sikerült megérkeznem. Szandomiersbe, egy ilyen kellemes szállodába, de a lényeg, ja, a sörnyitót nem hoztam magammal, és a szoba természetesen nem tartalmaz, cipőkanál sincs, úgyhogy most váfával fogok bontani. Dél-Lengyelországgal az a baj, hogy voltam én idén Krakkóban, és ha az autóval megy az ember, akkor azt hiszi, hogy majd milyen szép utak lesznek. A térképről nem derül ki, de hogy ez egy ilyen egybefüggő agglomeráció, ilyen istenverte, véget nem érő falvak, ilyen ritkásan beépítve, 50-nel lehet menni végig, megbolondulsz. Na most Szandomiers a keletebbi részen van, tehát Kassától megyünk északra, és Dél-Lengyelország ugyanaz Pepitában, egy ideig tök jó kis utak, aztán megint ez az 50-60, megbolondulsz. Ismerek embert, aki mondjuk alkatrészkereskedő, és nagyon jó cuccokat hoz Lengyelországba, de azt mondta, hogy hát ő is az agyáról lemegy, mire megérkezik. A lengyel sörökkel az a helyzet, hogy mi ilyen csehszlovák nácik vagyunk. Tehát szeretjük a szlovák söröket, elismerjük a szlovák söröket, és szeretjük a cseh söröket, és tovább nem nagyon látunk, tehát mert az osztrákokat se nagyon becsüljük, tudjuk, hogy nem rossz, és a többi, és a többi. De a lengyelek, nem hallottam még, hogy bárki meg lett volna halva a lengyel söröktől, pedig megdöbbentően jók a lengyel sörök. Bár az alap lengyel sörök csak úgy átlagosan jók. Három nagy gyár van, vagy három nagy márka van a lengyeleknél. Kicsit hasonlóan, mint nálunk, de azért más a felállás. Itt van például a Zsivjec, ami Zsivjec városában, valahol Dél-Lengyelországban, hát olyan Krakó térségében van, még a monarchia idején indult 1856-ban, Habsburg tulajdonban volt, aztán a második világháború után nehezebb válfával sört nyitni, mint gondoltam. Megbontottam a Zsivjecet a szép ajtaján, de csak tényleg ki vagyok. A Zsivjecen amúgy a krakói királyi korona és népviseletben táncoló krakovianka, vagy valami krakói szörnyű népi táncot járó pár látható. De nem is az a lényeg, hanem hogy vajon milyen a sör. Nagyon szörnyű nem lehet, hiszen jók a lengyel sörök, hát a lengyel sör. Egy nagyon kellemes, erős malátás, és egy kicsit gyengébben komlózott, mint a csehek, de azért sokkal erősebben, mint az ukránok meg az oroszok. Amúgy a Zsivjec 61%-ban a Heinekené, akik elég sokat modernizáltak a gyáron, bár sajnos nagyon kemény habot még nem tudtak erre a fő Zsivjecre modernizálni. De egy ilyen átlagos ivó tömeglágernek a Zsivjec tökéletesen megfelel. A másik alap lengyel sör, bocsiját, ehhez is el kell zarándokolnom a széfhez. A lengyeleknek ez a népi tánc motívum irtózatosan beakadt. Van egy barátom, akinek az az elmélete, figyeljen meg, hogy minden népi táncos elmebeteg. Az okocím 1845-ös alapítású, ez is valahol Dél-Lengyelországban van a gyár, és egy Johann Götz nevű alapítója volt, akit kis híján kinyírtak 1861-ben a galíciai paraszt felkerésben, de maguk a főzde alkalmazottai védték meg azzal, hogy nagyon jó munkahely, az okocím sörgyár, nagyon rendes tulajdonos a tulajdonos, jó keresnek, hagyják békén, úgyhogy túlélte. Az okocím a Carlsberg tulajdona, de ezt az íze alapján nem tudnám megmondani, hogy a tömegsöröknél nagyon fontos, hogy ne legyen karakteres. Hogy ne legyen nagyon karakteres ízük. Ezt az okocím tökéletesen megcsinálja. Igazából egy korrekt tömegsör. Tök mindegy, hogy ezt iszod, vagy a Zsivjecet. Tiszkie, amelyik
Tihi városkából származik, illetve hát ott van a főzde. Rajta is van az alapítás éve 1629. Európa egyik legrégebbi nagy főzdéje a Tiszkie. Egyébként ugye 1999 óta az Asahi tulajdona. Ez a korona, ez arra utal az évszámmal együtt, hogy a Tiszkie sörgyárat ugyanakkor alapították, amikor harmadik Sobieski, nagy harmadik nagy Sobieski János híres lengyel király született, óriási hadvezér volt, mindenkit megvert mindenhol, Galicián, a Bécsnél a törököket, szóval nagyon kemény srác volt. Kérdés, hogy volt annyira kemény srác, hogy tudnak az Asahi alatt az ő koronáját viselő sörgyárban sört készíteni. Ja, mondtam már, hogy azért hülyeség, hogy mi ilyen csehszlovák sörnácik vagyunk, mert valójában a lengyelek sokkal komolyabb sörtermelők, tehát meglepő adat, de hogyha megnézitek, hogy Európában kik a legnagyobb sörtermelők, hát akkor nyilván a legnagyobbak a németek, és utána ők jönnek az angolok, de a harmadik legnagyobb sörtermelő Lengyelország. Ez a Tiszkie egy kicsit lágyabb. Lágyabb, de igazából ez is finom. 5,2-es, Vodás, Lodi, Jemeszne, Jasi, Pilsnenski, Karamelovi, Chmiel, Vosság, Csicsek, Vösesi, Hvessi, nem. Na, nincs benne kukorica, az a lényeg. Szóval bár nálunk lenne a három legnagyobb tömegsör, ennyire jó, de nem ez a lényeg a lengyeleknél, hanem hogy most, na jó, azt ide lerakom, remélem, hogy felrúgom, és ilyen sörszag lesz a szobámban, kis szállodámban, szóval a lengyeleknél van vagy 100 ilyen kis főzde, hát ez az egyik legnagyobb kedvencem, ezt mondjuk most nem fogom megkóstolni, mert korábban ittam egyszer, Krakkóban, ha jól emlékszem, megkérdeztem a pincércsajt, hogy kell leíteni, Xianzhen-cse, vagy valami ilyesmi, annyira finom volt, hogy üvöltve élveztem, valami elképesztően jó volt. Az az érdekes, hogy az van ráírva, hogy Weizenlager, tehát egy Lager búzasör. Krakkóból hazafelé az egyik benzinkútnál vettem egy bivajfüves sört, amit sose tudtam megkóstolni, egy fékezésnél belesett a fotós táskámba, és a vakusarú kiszúrta, és hát elárasztotta a kamerát, úgyhogy egy 50 ezer forintos javítás volt, és sose tudtam megkóstolni, na ez is valami olyan. Itt van ez a Klaus Pivo Pszenisne, hát nem tudom mi lehet, de felső erjesztésű Gorne fermentáció, hát ennyit még én is tudok lengyelül. Na ezt kapjátok ki, ez milyen királyról kinéző kupak. 4,7%-os és 11-es az extrakt. Kis polszki van a címkéjén, hát én ezt már látatlanba megvettem. Tehát bemész egy boltba, egy átlagos boltba, nem egy sörbuzi boltba, hanem egy ilyen bármilyen csemegébe, és akkor kapsz egy lengyel West Coast IPA-t. A West Coast IPA az egy viszonylag korszerű dolog. Igen, kapsz egy rakás mindenféle alapipát. Vicces címkékkel, mondjuk nem én vagyok a vicces címkék legnagyobb rajongója, de ez a Kraken, ez poén. Hát aztán, hogy ez a Jagellók, Mielák, milyen lehet, nem tudom. Pivo Jasne, mindegy, a Chmiel, az a komló lengyelül. A lényeg, ami nem tudom, hogy átjött-e, hogy a craft sörök Lengyelországban fél literes üvegekben vannak. Ami nem tudom, hogy feltétlenül üdvözlendő-e. Nem vészes az áruk, tehát azt hiszem, hogy a 3-400 forint volt zlotyiban. Nem ellenzem a 3-3-ast az erősebb söröknél, mert akkor egy este kettőt is meg lehet inni, azért ilyenből kettőt már nem innék meg egy este, tehát egy literrel. De mindenképpen egy szép szokás. Ó, az a bivaj fejkupak! Óvatosan kell vele bánni, mert nem fűtenek még itt a lengyelek, pedig kéne. Hiszen lám az ablakpárkányon milyen faszán behűlt. Na, és akkor ugye azt akartam mondani, hogy megvan. Látjátok, amit én látok? Hogy itt a Zsivjec, ugye az egyik legnagyobb lengyel gyár, és akkor van neki egy apája, van neki ipája, mindenféle van. Zsivjec, szezon, basszus kulcs, atak szerca. Hát elemi szintű szláv tanulása, ugye szívroham, márkájú ipa, vagy típusú ipa. Ja, bocsika, Zsivjec, még szintén porter. A
teljes skálát meg tudod venni egy bármilyen ilyen ABC-ben, vagy akárhol. Szóval alulértékelt hely Lengyelország, és ha át tudjátok verekedni magatokat valahogy ezen a nagyon hálátlan dél-lengyel részen, akkor azt mondom, hogy nagyon nem hülyeség mondjuk elmenni Krakóba egy jó kis sörtúrára, hiszen pusztán az éjjel-nappaliból egy olyan válogatást tudsz összeszedni, ami ez máshol ilyen spéci kisüzemi sörözőket kéne látogatni. Jó, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a bivaj füves ez milyen. Receptúra Brovaru Dojudi. Az a baj, hogy nem vagyok egy nagy zsubrovka ivó. Semmi extra. Lehet, hogy megírja a gazeta Zsiborzsá. Becsicskult a magyar bírvlogger, és kért a recepcióról egy sörnyitót. Nem tudom, lehet, hogy annyira lefáradtam ebben a gyárlátogatásban. Nem tudok már egy szép ajtón kinyitni egy sört. Tényleg megalázó. Tessék, te köcsög. Megnyitlak. Na, nézzük, milyen egy szívroham IPA. Egy fél literes. Na, hát ez egy rendes IPA szín, egy szép IPA tisztaság és egy szép IPA hab. 5,5 százalék. Hát ez kemény, szóval na. Annyira tömény, hogy nem akarnék én ebből meginni, ez még fél liter se, tehát ennek bőven elég lenne a 3-3-as. 5 feles, tehát IPA szinten nem erős, sőt, hát azért az IPA-knak inkább illene olyan 6-6 fél körül lenni. Kevésben a citra. Talán inkább Galaxy meg Chinook. Jó a szívroham IPA, mindenkinek ajánlom. Nézzük meg a Lubuskije IPA-t. Ez csak 5-6-os. Uramisten, a IPA gyűjteményem horror mennyiségekkel fog gyarapodni. Rovovar Vitnica 1848, na. Szóval ezért van a lengyeleknél ennyi kis főzde. Szép a címke, ugye nincs is címke, nem tudom, hogy ezt újra felhasználáskor hogy szedik le róla, de jól néz ki. Van habja is, normális IPA színe van. Ez egy kicsit karamellásabb. Nem is annyira ipás. 75 IBU, tehát egy 100-as skálán 75-ös a keserűsége. Nem tűnik annyira keserűnek. Egy iható dolog, de belegondolom is azt, mi van, ha valaki megiszik ennyi. Mondjuk ebből egy is sok, az a baj, hogy ezt is felesben kéne meginni valakivel, mert ezek annyira tömények, hogy sok. Bár lehet, hogy az a baj, hogy már ugye belekóstoltam a lengyel alapsörökben. A jó zárótételünk következzen. A Zsivjec apát már meg se fogom kóstolni. Jó? Jön a Zsivjec porter. Ugye a Soproninak lesz portere. Hát nagyon kíváncsi leszek. Biztos az is valami óvatos duhaj, démon, hordár, nem tudom mi lesz, hordár démon. És biztos nem lesz rossz, és remélem nem lesz olyan kamu porter, mint amennyire kamu IPA a Soproni IPA. Hopp! Hát ez egy nagyon előírásszerű cucc. Ezt úgy csinálják, mint akik már 1881 óta főznek sört. Hogy ezt nyomják nagy üzemben. Na, azért gyönyörű, lássuk be. Nem is szívesen iszok bele, ez annyira szép. Ez azért, gyerekek, ez a porteren túlmutat, ez már nekem stout, és stoutnak is jó. 21%-os extrakt. Mi van? 9,5% alkohol. Mária anyámja, hát akkor óvatosan, gyerekek, óvatosan. Fú. Ja, hát nem fogom ezeket végiginni. Hát esetleg majd áthívom a szomszédokat. De ha valaki Lengyelországban jár, sörözön nyugodtan, sőt, ha kell ürügy, akkor menjetek el Lengyelországba,
Közel van, a kaja is jó, ez már az a kapros, krumplis, sztékes övezet, de a legérdemesebb tényleg ezekért a sörökért idejönni.